A Dunajváros közgyűlése 2016-ban hozta létre települési értéktár bizottságát, amelynek feladata a helyi értékek azonosítása, a helyi értékeket tartalmazó gyűjtemény létrehozása, gondozása, a megyei értéktárral történő kapcsolattartás. A bizottság lakossági javaslatra listába veszi a város szempontjából meghatározó jelentőségű, a városhoz való tartozást kifejező egyedi szellemi terméket, tárgyat, kulturális alkotást, hagyományt, jelképet, illetve természeti értéket. Október elején ülésezett a Települési Értéktárbizottság, amelynek munkájáról Barta Endre humán alpolgármester számolt be. Az Értéktárbizottságnak a tagjai még Farkas Lajos múzeumigazgató, illetve Szabó Imre főépítész, illetve jómagam, mint humánügyekért felelős alpolgármester. A múlt heti ülésre három felterjesztés érkezett, illetve három felterjesztés kapott pozitív elbírálást. Ezek közül az első a Dunajvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola, Dunajváros zenei és kulturális életének meghatározó intézménye, a méltán világhírű Kodály koncepción alapuló oktatásnevelő munkája országszerte elismert. Az iskola által szervezett szakmai események, koncertek nagyon sok érdeklődőt, látogatót vonzanak városba. Az iskola célja továbbra is folytatni azt a kultúrmissziós munkát, melynek segítségével az országban és határainkon túl is népszerűsíti a Kodály Zoltán elképzelései alapján működő zeneoktatást, és ezzel nem csak az iskolát, hanem a várost is elismerté teszi az országban és külföldön egyaránt. Fontos feladatnak tartja a közösségnevelést, ízlésformálást, hogy Dunajváros lakói minél több értékes, magas színvonalú művészi élményhez jussanak. Mindezzel olyan értéket képvisel, amely méltóvá teszi Dunajváros értéktárba történő felvételre. Az értéktárba a Móricz iskola Kodály módszere alapján került be. A második szervezet, amely az értéktárba került, a Jó Szolgálati Otthon Közalapítvány. Ők a Ragyog Kékben Dunajváros projektjük alapján kerültek az értéktárba. A második felterjesztés a Jó Szolgálati Otthon Közalapítvány, mint kiemelten közhasznú szervezet, kiemelkedő szerepet tölt be a társadalmi elfogadás elősegítésében, a másság elfogadásában, színvonalas, országosan is elismert programjaival, projektjeivel. A Jó Szolgálati Otthon Közalapítvány következetesen képviseli azt a szolgálatot, ami a hátrányos helyzetű emberek megsegítését támogatja. Szélesen propagálják ezt a tevékenységet, így társadalmi témával tudták tenni ezt az ügyet. A Ragyog Kékben Dunajváros projekt méltó az értéktár gyarapítására. A harmadik szervezet, amely mostantól a Dunajvárosi Települési Értéktár része, a Quintia zenekar. Az öt női előadóból álló Quintia zenekar 2011-ben alakultak, azóta változatlan felállásban koncerteznek. Számos városi rendezvényen, kiállítás megnyitón, ünnepségen muzsikáltak, emelve az esemény rangját. Mára már szerves részét képezik Dunajváros kulturális életének. A magyar népzenén alapuló világzene műfajában olyan, azonnal felismerhető hangzást alakítottak ki, mely magával ragadó élmény nyújt minden hallgatójuk számára. A népzenei hagyományok ilyen formában történő egyedi megformálása olyan érzelmekkel teli előadásmóddal párosul, mely minden korosztálynak, a hallgatóság minden rétegének azonnal befogadható. Igényes, egyedi hangszerelésük párosulva a művészi előadásmóddal olyan érték, melyet városunk lakói megbecsülnek, szeretnek. Barta Endre a sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a bizottság munkájáról a jövőben is szeretnének majd beszámolni, és természetesen várják a további felterjesztéseket a Települési Értéktárba.